vendégünk a Ferencváros együtteséből. Fogadják nagy szeretettel a csapat válogatott irányítóját, Szucsánszky Zitát. Nézzük akkor ennek a mérkőzésnek az összefoglalóját. A nagybányaiak csapatáról sokat elmond, hogy tele volt VV bronzérmes román válogatott játékosokkal. A mérkőzés jelentőségéről pedig sokat elmond, hogy itt képes volt győzni a Rostov, Dolon kívül a Larvik is. Tehát a Fradi azzal a céllal utazott, hogy a csoport második hely megszerzése szempontjából oly fontos meccset megnyerje idegenben. Győzelmi reményekkel érkezett Nagybányára a Ferencváros, és a mérkőzés elején nem is volt komolyabb probléma a csapatjátékával. Bár a hazaiak sokszor találtak részt a mieink védelmén, a zöldfehéreknek mindig volt válaszuk, 3-2-re és 4-3-ra is Szucsánszkijék vezettek. A 8. percben aztán néhány góllal meglépett a román csapat, és a Ferencváros innentől kezdve csak futott az eredmény után. A Bajamara játékosai könnyedén lőtték a gólokat, a nyitottabb ferencvárosi védekezés mellett rendre betörtek és zicsereket alakítottak ki, így a magyar kapusok legtöbbször kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Az FTC Nere a pena teljesítményének köszönhetően tartotta a lépést ellenfelével, a spanyol légiós ontotta a gólokat, heteseket harcolt ki, gólpaszt adott. Pena azonban kevés volt egyedül, a románok folyamatosan növelték előnyüket, és 20 perc elteltével már 5 góllal vezettek. A félidő vége azonban a Fradié volt, Elek Gábor csapata 2 gólosra csökkentette hátrányát a szünetre. Milón azért nehéz keresni, de nem lehetetlen, Pena, újabb hetes, gyönyörűen csinálta Nerea Pena. És egyet hibázott, de azóta 3-at is belőtt Ungureanunak. Zácsik, el kell vállalni, úgy is van! 16-14, és már nem lehet felérni. Na, a félidő végén 3 ferencvárosi gól, egész szoros. A második játékrész elején feljött egyetlen gólra a Ferencváros, a mieink többször támadhattak az egyenlítésért is, de ez sajnos nem sikerült. A hazaiak viszont elkapták a fonalat, megint fokozatosan eltávolodtak a mieinktől, támadásról támadásra lettek magabiztosabbak. Pino tarthatatlan volt, a kapuban Ungureanu pedig megbabonázta a vendégeket. Zácsikéknak ezzel párhuzamosan fogyott az önbizalmuk, csökkent a vállalkozókedvük, így a nagybánya 6-7, majd 8 góllal is vezetett már. Habean, Jezsics, ott megtalálták. Pino, persze, hogy őt, és Geiger, Tomasevic csak hozzáér. Elhitték Pinónak, én is amúgy, hogy ő lövi majd el. Abing támadja a falat, aztán Nekitának teremt helyzetet. Kacsul túl védekezte, alig van el, mert ember hátrányban lőttek, ekkora helyről volt. A vége Bajamare FTC Rail Cargo Hungária 32-24, a Fradi elvesztette második idegenbeli meccsét is a középdöntőben, és veszélybe került a csoport második helye. Ebben a BL sorozatban soha nem kapott még 30 gól felett a Ferencváros, most sajnos ez történt, sem támadásban, sem védekezésben nem tudta felvenni a versenyt a csapata nagyon erős Nagybányával. Elek Gábor azt mondta a meccs után, hogy a játék minden elemében alul maradtunk, semmilyen téren sem tudtunk még csak átlagos szintet sem hozni. Azért történt egy jó dolog is a hétvégén, mert hogy a Larvik kikapott a Flöritől, így pedig azért lehet, hogy mégsem kerül olyan nagyon sokba ez a vereség. Na majd erről beszélünk, hogy ez jó dolog, vagy veszélyeket is hordoz magában, de maradjunk még ennél a mérkőzésnél. És Attilának volt egy számomra legalábbis érdekes mondata a végén, vitaindítónak szerintem jó lesz. Ő azt mondta, hogy az ellenfél játszott jól, és ti nagyjából átlagos teljesítményt nyújtottatok, hogyha én ezt jól interpretálom most. Gábor egészen más mondott, de ez egy edzőtől természetesen érthető is, hiszen ő kritikus, önkritikus. Te hogy látod, kellett egy szintet lépni, amikor jött a keresztcsoport és ezek a csapatok?
kellett lépni, de hogyha a novemberi formánkat tudtuk volna hozni, akkor szerintem nem kérdéses, hogy nyertünk volna. Biztos, hogy ez is egy nagyon szoros meccs lett volna, mert tényleg jól játszott ez a Nagybánya, látszott rajtuk, hogy tele vannak önbizalommal, így a VB után. És tényleg, ahogy a Gábor is elmondta, mind védekezésben, mind támadásban, ahogy ment el az önbizalmunk, úgy a védekezésben, úgy utána a támadásban is. Egyébként az a novemberi, az mondjuk átlag feletti teljesítmény volt, mondhatni bravúros teljesítmény volt tőletek, vagy az volt az, amit egy alapszintnek be kéne állítani mondjuk? Szerintem egy fél év alatt nagyon jól felépítettük a csapatunkat, és úgy gondolom, hogy az benne is volt a csapatba, amit kiraktunk a pályára, mert ugyanúgy az itthoni bajnoki meccseinken is jól játszunk. Az, hogy most egy kicsit gödörbe vagyunk, ezt mi lerendezzük, és nagyon hamar talpra fogunk állni. Ugye szerdán már egy magyar kupa meccsünk van Siófokon, hétvégén pedig jön a Rosztov, úgyhogy mindenképpen kell. Gyorsan még hozzá. Attila, az biztos, hogy a Baja Mária nagybányaiak csapata nagyon jól felkészült. Erre alapoztad elsősorban, hogy ez a megközelítés volt inkább jelen a végén, amikor értékeltél, hogy ők voltak a jók, és nem a Fradi volt különösebben gyenge. Bár azt mondtad, hogy azóta már megnéztél egy-két jelenetet, és árnyalta a kép. Igen, különösen a védekezésben, mint a Fradi védekezésénél tűnt nekem úgy, hogy jól fölkészültek abból, amit meg akartak valósítani, mert elég rendesen szét tudták szedni a Fradinak a védelmét, és akkor az volt az érzésem, hogy nem olyan rossz az a védelem, csak tudják, hogy mit kell csinálni ellene. Azóta, hogy megnéztünk egy-két jelenetet, azért látszik, hogy egy jó párszor eléggé szét volt húzva a védelem, tehát nem nagyon voltak a helyek a játékosok között, és ezt elég jól kihasználták a románok. A támadó játékban viszont azt gondolom, hogy az a fajta önbizalom, ami jellemezte a csapatot, de még a Larvik ellen is, tehát hogy bátran, amikor fölértek a játékosok, előtték a labdákat, jó százalékkal bementek. Itt mintha egy pici gátlás lett volna, és egy jó pár szóval az volt az érzésem, hogy odaérkezik a játékos, ezt általában el szokta lőni, mondjuk az Ácsik, vagy a Hornyák, vagy akár te, de egy picit még gondolkodtatok, és utána már nem volt jó, akkor már kivédekezték, tehát az a fajta ellenállhatatlan lövő kedv, ami jellemezte a Fradit azokon a mérkőzéseken, amikor ugye nagyon jól játszott, gondolok itt a Larvik ellen például az első félidőre, vagy a Flöri elleni mérkőzés itthon, ami szerintem a csúcs teljesítménye volt a Fradinak. Tehát itt mintha egy picit ez az ellenállhatatlanság az nem volt jelen. Majd rögtön kitérünk erre, de te itt voltál, Timi, a stúdióban, nem hallottunk téged, magunkat sem nagyon, meg egymást pláne nem ott a helyszínen, úgyhogy mi az, amit hiányoltál esetleg a Fraditól ezen a meccsen? Nekünk ugyanez volt igazából, hogy a védekezés, ugye ami jellemezte eddig a Fradit, hogy a védekezés elég masszív volt, és a védekezés és a kapus teljesítmény kiegészítette egymást, most ez az első pillanattól kezdve szerintem egy káosz volt. Mi nagyon úgy éreztük a Kökével benne a stúdióban, hogy nagyon fel van tolva ez a védekezés, a két-kettes nagyon kint volt, és lehet, hogy ezen a meccsen egy kicsit zártabban kellett volna, meg kellett volna nézni a hatos falat, zártabb hatos falat, és akkor hát ha egy kicsit rendeződtek volna a fejek. Én úgy tudom egyébként, amikor kollégáink forgattak nálatok a héten, hogy már ott Gábor kifogásolta, hogy nincs elég ütközés, nem jó a védekezés, akkor ezek szerint megmaradt ez a probléma a hétvégéig, vagy ez egy véletlen egybeesés? Igen, megmaradt sajnos, és tényleg egész héten küzdött velünk a Gábor, hogy nincsenek faltok. Most így a visszajátszásokban meg mi már ma megnéztük ezt a meccset. Jó lehetett, igen. Nagyon jó volt. Teljesen látszik, hogy a védekezésünk tényleg 30 meg 50 meccsen eddig jó volt. Most azért nem volt jó, mert a fejünk nem volt ott. Lekéstünk egy kicsit, ha már lekéstünk, nem tudott oda segíteni a másik, mert ő is inkább a biztosat, a sajátját védte, és ez volt igazából a hiba, és akkor ebből meg ez a meccs lett. Egy ilyen pofon helyre pattintja a fejeket? Kicsit minket mindig. Igen? Minket mindig, úgyhogy köszönjük mondjuk a Flőrinek, hogy ezért segített nekünk, de nagyon hamar ki kell jönnünk ebből. Egyébként
a Rosszkovi mérkőzés után nagyon önkritikus voltál, és mondtad, hogy borzasztóan bosszant az ottani teljesítményed. Ez jellemző rád, hogy így megvisel egy rosszabb teljesítmény? Nagyon megvisel, és ez még jobban megvisel, ez a nagybányai, mert tényleg, hogyha ha jobb teljesítmény nyújtok, akkor biztos, hogy a csapatnak is jobb, és tudom, hogy ez nagy felelősség, de ezt eddig elbírtam. Most az, hogy a védekezésben nem ment úgy, ez így rányomta a teljesítményemre, tényleg nem tök rá jó szót, mert kritikán aluli volt. Van ilyen, tényleg emberek vagyunk, de ennél már csak jobb lesz. Hát végül is a Rosztov elleni mérkőzés után elég markánsan sikerült a javítás, hiszen ott Nora Mörköt leszetted a pályáról, meg még gólokat is lőttél, úgyhogy remélhetőleg a Rosztov elleni hazai meccsre is ugyanilyennel tudsz majd kirukkolni. Viszont itt Pena volt megint a gólgyáros, és picit, mintha magára maradt volna. Ez egyfelől persze helyet is teremthet a többieknek, másfelől, hogyha ők nem tudnak vele élni, akkor meg egy picit könnyebben kiismerhető talán a játék, nem? Tehát nyilván kell még az Izivel együtt két játékos legalább itt már kell, igen. Elé. Tehát most már abban a fázisában vagyunk, ahol olyan jó csapatok ellen játszik a Fradi is, hogy mindenképpen kell az, hogy mindenki felnőjön a feladathoz, és azt hiszem, hogy akkor tud egységes és jó lenni a csapat is, hogyha mindenki kiveszi ebből a részét, mint ahogy eddig is ezt tapasztaltuk a Fradinál, hogy akkor voltak nagyon jók, amikor mindenki hozzá tudott tenni a sikerhez, akkor tudták átlendíteni egymást a nehézségeken, mikor mindig jött egy másik, aki belőtte, mindig jött egy kapusba, egy bravúr, és hát most ez nagyon hiányzott. Azt azért még hozzátenném, hogy a nagybánya tudatosan készült erre valószínű, hogy a 2-2-es fent volt, mert hogy folyamatosan kimozgott a beálló kettes mögé, ezáltal a Szekinek el kellett kísérni a beállót, és ott kialakult a káosz középen. Tehát az már itt azért nagyon jó csapatok vannak, tehát itt azért készülnek az ellenfelek is, úgyhogy ezt is számításba kell venni. Penára visszatérve még, Attila, itt gyakorlatilag pedzegetted már korábban, hogy nagyon nagyban függ tőle a Fradi játéka. Most ebben a periódusban talán, mintha még inkább függne tőle, nem? A VB óta azt mondanám. Igen, hát szerintem oda-vissza lehet vezetni egy picit, amit mondott az Ita, hogy a védekezésben nem ment olyan jól a játék a játékosoknak, és akkor az a támadás is rányomja a bélyegét. Ugye a Penna nem védekezik, tehát az őt ez nem zavarja, bejön, aztán gyártja a gólokat, de egy olyan játékos, mint az Ita, vagy az Ácsik adott esetben benne marad az, hogy hú, megint nem sikerült a védekezés, úgy kell előre menni, hogy még egy sikertelenség van a fejekben. Úgyhogy nyilván, hogy ez egy támadó specialistának egy előny, hogy mindig úgy tud bemenni a pályára, hogy nincs negatív élménye a védekezéssel kapcsolatban. De kétségtelen, hogy ránézésre borzasztóan kilógott a sebességével a Penna a játékból. Szinte nem is tudták a többiek lekövetni, hogy miket csinál. Szerencsére azért volt, tehát a Szamoránszkinak betett egy-két labdát, ami nagyon szép volt, de a körülötte levő átlövők egy fokozattal lassabban játszottak. Szóba került már az önbizalom kérdése, az gyakorlatilag nyílt titok, hogy a VB után egy picit magatok alatt voltatok, lehet, hogy a picit az felesleges volt ebbe a mondatba, ennek mennyire maradt még nyoma? Eltűnt teljesen? Szerintem ennek már nincsen nyoma, vagy nem szabad, hogy nyoma legyen. Hát ugye volt közben egy férfi EB is, és hát azért ez azért felszakította a sebeket, de tényleg profi játékosok vagyunk, ez most a klubcsapat, úgyhogy tényleg csak előre. Ha már a sebek felszakításánál vagyunk, itt a mérkőzés elején, mint hogyha Geiger elég sok gondot okozott volna neked, és azok után, hogy Mörk gyakorlatilag nem tudott veled mit kezdeni, meglepő volt. Mi volt ezen a téren a probléma? Hát ezen a téren az volt a probléma, hogy nem találtam a távolságot. Aha. Vagy nagyon fenn voltam, vagy leszorultam, megelőzött, tényleg amit a Mörknél meg tudtam oldani, nála nem, de majd meglátjuk. Attila, volt egy igazi vezére ennek a hazai csapatnak, a nagybányaiaknál, Pinóról van szó, és az már önmagában bravúr talán, bármekkora klasszis legyen is valaki, hogy egy ilyen közegben, ahol alig van légiós, külföldiként mindent tőle függjön, ráadásul most még nagyon jól is játszott nagy pekhünkre.
ő ezt folyamatosan tudja hozni véleményed szerint a klub csapatában? Hát ebben az évben az ellenfelek azért elég folyamatosan jól játszik a Nagybányának a legjobb játékos, nem véletlenül vezeti ugye a góllövő listát is a BL-be, azért az mindenképpen egy számottevő dolog, de tényleg láthatóan az ő kezében van a karmesteri pálca, és egy picit, ha visszautalnék, amit mondtál, én azt gondolom, hogy azért volt nehezebb védekezni neked is a Geigeren, mert középen sokkal jobban játszottak a románok, mint a norvégok. Ott ugye Mörk volt az, aki kreált, és a középső játékos nem volt veszélyes. Ugye a Hammerseng gyakorlatilag nem nézett kapura, tehát ugye azért könnyebb védekezni. Itt viszont az volt, hogy egy pici ütemet fogott a Geiger, abból a Pino vagy magának, vagy a beállósnak, vagy a Periánunak, vagy a szélsőnek már tök zicsereket teremtett. Tehát mindenképpen az kulcs probléma volt, hogy nem tudtuk tartani a középső játékost. Kicsit előre tekintve, hogy szóba került már a Larvik hazai veresége, az lehetőséget teremt a számunkra, vagy kockázatot rejt magában? Mert ugye ott van az ötödik hely lehetősége is, hogyha nagyon rosszul sül el a vége, de pillanatilag lépés előnyben a Fradi, még hogyha nehéz meccsek is jönnek a második helyen. Te hogy tekintesz erre? Hát bele se gondolunk abba, hogy ötödikek leszünk. És már ismeritek test közelből is azért ezeket a riválisokat, akik jönnek. Igen, azért itthon mi szerintem nagyon jól szoktunk játszani, és hát ez köszönhető ugye a közönségünknek is. Mindenképpen hoznunk kell a két itthonit, és így is készülünk, hogy ezek meg lesznek. Hát keményen edzünk, felkészülünk belőlük. Tényleg az, hogy már itt test közelből is most már mind a három csapattal találkoztunk, ez azért könnyebb. És a Rostov egyelőre még veretlen, tehát az nagyon nagy dolog lenne, hogyha Rostov veretlenségét itt sikerülne elvenni. Te is inkább a lehetőséget látod ebben, Timi? Hát én úgy gondolom, hogy néztem a Thüringer elleni Rostov mérkőzést is, és azt hiszem, hogy egyértelműen nem mutatja a Rostov azt a kirobbanó formát, amitől ennyire eredményes. Ugye a Fradi a saját bőrén tapasztalta a kinti mérkőzésen, hogy nagyon nagy esélye volt, akár megnyerhette volna azt a meccset, hogyha nincs a lundefóbia. Szerintem ez egy kicsit közrejátszott abban a mérkőzésben, hogy tényleg nem az volt, hogy a Lunde szenzációsan védett, annak ellenére a világ legjobb kapusa, hanem eltalálták folyamatosan. Azt gondolom, hogy ha ezen úrá tud lenni a csapat, és ezt le tudja vetközni, akkor nagyon nagy esélye van, hogy hazai pályán nyerjen, és ezáltal biztos legyen az, hogy tovább jut mindenképpen a csapat. Vagy hát ötödik helyről nem beszélünk. Legyen így, a második hely sokat érhetne, bár nagyon kemény csapatok vannak a másikágon, akikről már beszéltünk az előbb. Attila, gyere egy kicsit mérkőzés kapcsán is, nézzük meg, hogy mit sikerült rajzolni. Most kivételesen ugye inkább ezt a bizonyos védekezési problémát vizsgálnánk meg, illetve hogy miért játszott jól a Nagybánya. És egy picit arra utalnék vissza, amit az Elek Gábor mondott a mérkőzés után, hogy macska-egér harc volt néha a pályán, és megpróbáltam megkeresni, hogy mire gondolt, meg melyek azok az akciók, amikor így nézett ki a dolog. Ugye az elsőnél azt fogjuk látni, hogy továbbra is a Pino az, aki a kulcsjátékos. Egy jobb szélső befutó lesz, labdával jön be a Nesita. És nagyon jól látszik, hogy elég messze vannak egymástól a fradista játékosok. Mindenki a saját emberét fogja, és nagy lukak vannak. És ott hagyják egy az egybe a Pinót, ráadásul pont a penalben ragadt védekezésbe. Olyan nagy területe volt, hogy simán kicselezte. Na most a következő akció, ez erre inkább illik szerintem ez a macska-egér dolog. Ugye itt fogjuk látni majd, hogy ha egy picit előrébb megyünk, akkor még jobban lehet látni. Kitették a szélső, a beállójukat a szélső pozícióba gyakorlatilag, amitől ugye teljesen felborult a Fradinak a védelme, mert az Ácsiknak ide ki kellett mennie. A Lukács följött embert fogni, valakit megpróbált fogni, csak nem tudta igazából, hogy kit fogjon. Bejött ugye a szélső játékos Zárdán, aki nagyon jól cselez egy az egybe. Elindul befelé rácselezni, azt hiszem a cifra van itt védekezésbe. Közben csinálnak egy helycserét, hogy még azért ne tudja itt az emberünk, hogy hova védekezzen. És elindul az Ácsiknak, ugye be kell segítenie, mert különben óriási
helye volt a játékosnak, hogy befelé megcselezze. Kiteszik a szélső pozícióba tök egyedül levő Jezicsnek, aki szépen bedobta. Tehát ez mutat az akció, hogy nagyon szépen szétszették ezt a védelmet, és igazából elég csak megnézni az arcát a Cifra Anitának, hogy nem nagyon tudta a Fradi, hogy kéne ezt most levédekezni ezekről az akciókkal. Minden esetre ez volt az első olyan mérkőzés a VL sorozatban, amikor nem működött a Fradi védekezése, remélhetőleg ezzel vége is ezen a téren. Nézzük a csoport állását, hiszen a Fradi még mindig nagyon jól áll, sőt, azzal, hogy a Larvik kikapott otthon a Flöritől, pillanatnyilag 3 pontos előnyben a Nagybánya Larvik Flöri 3-assal szemben, viszont a franciák beszálltak a továbbjutásért folytatott küzdelembe. Jön majd a Rostov Don a Fradi vendégeként, amely 100%-os egyelőre a Bajnokok Ligájában. Itt pedig a magyar női válogatott mai legfrissebb keret, egy 28 fős bőkeretről van szó, amelyet már Elek Gábor, illetve Ambros Mártin állított össze. Majd mindenki ott van, aki egészséges. Talán azt mondanám, hogy a VB csapatból én magam a sérülteken kívül Bulat Anita nevét nem vélem felfedezni. Ő már egy 30 feletti játékos. Mindenki más ott van, aki számít, úgymond? Hát azt hiszem, hogy a 28 fős keretet összerakni az egy álom egy edzőnek, vagy egy edzőpárosnak, hiszen nem tud mellé fogni, minden pozícióba kiválasztja 3-4 legjobb játékos. Nyilván egy-egy pozíción lehet vitatkozni, hogy most miért ez, miért az, de nagyjából itt van az összes jó magyar játékos. Az izgalmas az lesz, amikor ebből a 28-ból a 18-at, illetve majd a 16-ot, akit a pályára küldenek, ki kell választaniuk, és akkor kiderül, hogy mennyire fogják megújítani a keretet. Én azt gondolom, hogy nem nagyon fogják. Egy-két játékos fog a BB csapathoz képest változni. Zita pedig már ott van Rita mellett, aki rá tudta bírni, hogy hallgassa meg ott a kérdéseket. Igen, egy kicsit aggódtál, hogy biztos, hogy neked esnek a szurkolók, de semmi ilyesmiről nincs egy pillanatra sem szó. Az első kérdés az, hogy mennyire figyelitek a másik csoportot? Van-e esetleg olyan ellenfél, akit ha lehetne, kiválasztanátok magatoknak? Persze, mindenképpen a Bukarestet választanánk, mert úgy gondolom, hogy ellenük van a legtöbb esélyünk. Akkor van egy konkrét, cél, és akkor mennyire tud ilyenkor az ember számolgatni, vagy azért ez tilos? Hát nem nagyon kell számolgatni, mert tényleg hogyha behozzuk azt a két itthoni meccsünket, akkor már tényleg csak a másik oldalon kell eldönteni, hogy ki lesz a harmadik. Úgyhogy majd eldől, de mindenképpen szeretnénk a Final Four-ért játszani. A Győrrel kapcsolatos a következő kérdés, őket szeretnétek elkerülni? Mert hogy az utóbbi időszakban rendre a Fradi jött ki jobban a párharcokból. Hát azt mondják, hogy az lenne a legjobb, hogyha mi a Győrrel játszanánk, mert akkor biztos, hogy lenne magyar csapat a Final Four-ban. Maradjunk, hogy legyen kettő. Igen, én is inkább ezt szeretném, hogy így játszunk. A szurkolók között nagyon komoly a rivalizálás az Eto és a Fradi kapcsán. Rátok játékosokra mennyire ragad mindez át? Hát persze, hogy átragad. Hát évek óta rivalizálunk, ugye a legtöbbször ők jönnek ki belőle jól, de megint majd megpróbáljuk. Sikerülhet? Hát akármi lehet. Zita, neked is nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Egy mosolygós képpel szeretnénk meglepni téged. Ez az adás, ez kevésbé volt mosolygós, de várunk egyszerű siker után, és reméljük, hogy minél előbb eljön ez a pillanat. Köszönjük szépen. Köszönöm még egyszer. Szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket. Tóth Timától és Borsos Attilától is búcsúzunk, mert hogy spanyol futballal folytatjuk majd a harmadik félidőt.